ha piaci szemmel nézzük, akkor az Európai Unióban, az európai piacon bizony, hát bárányhúsból importra szorulnak. És ez nem csak most van így, hanem minden bizonnyal, minden előrejelzés alapján a következő években is. És hála Istennek, hogy vannak Holló Mátyások, akik elszántak, megrögzöttek, és azt mondják, hogy én megmutatnám, hogy ezt hogyan kell csinálni. És ennek következtében igényesen kialakult egy telepet. Az üzenet az, hogy ezt a juhágazatot ilyen juhászokra kell alapozni, és akkor valószínű, hogy Magyarországon nagyon sokáig még lesznek juhok, és lesz a kisképző ágazat. Elkötelezettsége a ágazat iránt úgy gondolom példamutató lehet mindenki számára, és az is példa, amit itt látunk. Ez az a szemléletváltás, ami kellene az ágazatukban. Arra kérem mindig a Jóisten, hogy én az az egyszerű juhász ember maradhassak, aki 20-25 évvel ezelőtt voltam, aki bekapcsolódott a családi gazdaságba, ugyanolyan elszántsággal végezhessem a munkámat továbbra is, mint akkor, amikor belekezdtem. Köszönet a Jóistené, hogy megáldotta a munkámat, és nem csak emberi erőlködés és tervek voltak, hanem meg is tudtam valósítani. A minden jóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldja meg ezt a helyet és az itt munkálkodó embereket, és az ő szent országát építse, ami Urunk, Jézus a jó pásztor által. Amen.